Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, Blankenstein Miklós vagyok, az új témában. Miklós, aki töltötted augusztus 1-én, ide nevez ki. Az emlősebb után lesz egy rövid kis beszélgetés, amit majd el fog vezetni, akkor majd, amit kérdez, a választ válaszolni. Nagy örök, hogy itt lehetek egy ilyen élő és fiatal, dinamikus közösségben. Kérem, fogadjanak be, szerintem a sor végén állok most, az önök illetéhez csatlakozom, ennek soha nem jártam, csak mindig az oldalutat, hogy hozott el az ember, új számára minden. Mi az egyház? Az egyház Jézus Krisztus valóságos teste. Hol van jelen Jézus most? Hát az igében. Aki titeket hallgat, engem hallgat. Ezekhez jut az emlőség. Aztán a táplálék, aki eszi az én testemet vissza az én vérem. Ez a misének a eukarisztikus része, és ahol ketten hárman az én nevemben összerülnek, ott vagyok közöttük. Ezért az egyház lényeg van, mert a tagjai vagyunk az eukarisztiával fejeződik ki. Csúcs és forrás, mondja a zsinat. Ezt azért mondtam el most, mert ez valahol a programunk. Minden, ami születik közöttünk, ebből születik. De hogy szépen ünnepeljük az Urat, és hálás szívvel várjuk meg mindenkit, hogy méltóképpen ünnepeljük az Úr szentjét.
Olvasmány Mózes második könyvéből. A szín pusztában Izrael egész közössége szomborodott Mózes és Áron ellen. Izrael fiai ezt mondták neki. Inkább halljuk volna meg az Úr keze által Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jól lakjuk Egyiptomban. Ti pedig ide hoztatok minket a pusztába, hogy az egész közösség éhen menjen. Ekkor az Úr így szólt Mózesnek. Íme, én kenyeret küldök nektek az égből. A nép menjen ki, és gyűjtsön magának egy napra valót belőle. Így akarom próbálni, hogy követi a parancsomat. Hallottam Izrael fiainak szurkolódását, közöl velük. Ma este húst fogtok enni, és holnap reggel jól lakhatok kenyérrel. Erről fogjátok megtudni, hogy én az Úr vagyok a ti Istenetek. És valóban, estére két csapat jelent meg, és ellepte a tábor. Reggel pedig harmadozott fel, hogy ereszkedett alá a tábornak. Amikor a harmadozott fel, hogy felszállt, puszta talaján valami finom szemcsék dolog maradt, olyan, mint a déla földön. Izrael fiai meglátták, és kérdezgették egymást. Mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. Mózes így szólt hozzájuk. Ez az a kenyér, amelyet az Úr ad nektek. Ez az Isten igéje. Thank you.
Viszont mondom nektek, én nem Mózes adok nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alá szállt az égből, és aki életet ad a világban. Ennyit szóltak hozzá. Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Én vagyok az élet kenyere, mondta Jézus. Aki hozzám jön, többé sem érezik, és aki bennem hisz, soha nem szól. Megszervezni az életet. De Isten nagy tette
azért tudunk itt. De ezt újra és újra fel lehet frissíteni. Egy katolikus ember vasárnap nem templomba jár, hanem ünnepli az Urat, celebrálja tulajdonképpen a szentmisét. Pappként, jelenleg önmagunkként. Itt, ahol a szeretetet megfelel. Ezért csúcs és forrás az előkezdés az életünk. És ebből születik meg tulajdonképpen az élő valóságos egyház község. Egy ülésvás találkozó a képviselő testület készítő kurája a Duna mellett, a nyári tárgyalók, egyetlen az életünk. Mit csinálunk? A hit alapján alapján a hívtársadalmat épít. Köszönöm.
ezt cselekedjük meg az én személy között.
Íme az Isten bárhagyja, íme a kérdezi a világunkért. Boldogok, akiket megkülasztalál a Jézus, az Isten bárhagyja. Uram, thank you.
híveinek egy harcért. Fogad szeretettel és Szent Isten ígéretéért.